Sziasztok! És azért jöttem ki ide a földre, mert a lucernát kell elvetnünk lassan. Már említettem, hogy nincs apró magvetőgépünk, és mivel egy ismerősünk, aki szokott nekünk vetni, most nem tudta idén elvállalni a vetést, ezért most itt a közelben lévő Somodoron nagy telephelyen rendelkező gyermeihez fordultunk segítségért, akik egyébként a szomszédos föld tulajdonosai is, úgyhogy már többször találkozva ismerjük őket. Még eddig valamilyen, nem is tudom miért, de még sosem kértük az ő munkájukat, viszont most végre együtt fogunk dolgozni, illetve segítenek nekünk elvetni ezt a lucernát. Rögtön azt javasolták, amit meg is fogadtunk, illetve mi is megcsináltunk volna, ha lenne hengerünk, hogy mivel göröngyös egy picit itt a talaj, ezért egy hengerezést is megcsinálnának a vetés előtt, illetve a vetés után is. Úgyhogy most erre az első hengerezésre jöttem ki, amit most mindjárt elvégeznek, és még annyit javasoltak, hogy itt a legszélén a szegés, látjátok, egy picit kizöldült, úgyhogy ezt majd még egyszer meghúzzuk fogassal. Itt vannak benne egy-két ilyen zöldecskék. Csak a szegés, a többi az egészen rendben van. És akkor hétfőn, most péntek van, és akkor hétfőn megcsinálják nekünk a vetést, és azt itt lezárják hengerrel. Srácok, ez egy profi munka volt, és megvolt kb. Egy óra alatt a 4 hektár, úgyhogy nagyon örülök neki. És akkor megbeszéltük, hogy még a szegés egy picit kizöldült, úgyhogy azt még meghúzzuk fogassal a hétvégén. És akkor hétfőn pedig jön a vetés, amit már nagyon várok, ugye szintén ők fogják csinálni nekünk, és elég nagy sűrűsége, 25 kg per hektárral fogjuk elvetni a lucernát. Bízunk benne, hogy a gyomelnyomást ezt elősegíti. És akkor majd ezt is megmutatom nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, köszönöm, hogyha megnéztétek, sziasztok!